Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. 2014 utolsó napjainál tartunk, órákon belül beköszönt a karácsony, magyújtják meg Hanuka utolsó gyertyáit színhely, a miniszterelnöki hivatal a parlament mellett. Vendégünk Latolcai Csaba, helyettes államtitkár. Államtitkár úr, a világ szeme perceken belül Betlehem felé fordul. Ön hetekkel ezelőtt járt ott. Mi járatban volt Betlehemben? Mit csinált Jeruzsálemben? Nem kérdezem, hogy a holtengernél sikerült-e pancsolni. Mi volt a Közel-Keleten? Egy vallásközi zarándoklaton vettünk részt a Szentföldön, hiszen a Szentföld minden monoteista vallásnak szent helye, Szentföldje, és azzal, hogy Magyarországról, magyar emberek, különböző valláshoz tartozóan elzarándokoltunk erre a földre, ezzel is az együvé tartozásunkat, az összetartozásunkat szerettük volna kifejezni. Az, hogy a vallási kérdések, azok alapvetően inkább összeterelnek bennünket, mint sem elválasztanak bennünket, illetve így kell, hogy helyesen a saját vallásaink szerint is éljük a mindennapjainkat, azt keressük a másikban, ami összeköt és nem ami szétválaszt. Ezzel párhuzamosan a zarándoklattal egy időben, egy kicsit néhány órára különválva pedig hivatalos tárgyalásokat is folytattam a külügyminisztériumban, Jeruzsálemben, illetve a Jad Vasem intézetben. A bevezetőben hallottuk Latolcai Csabát, a teológust. Most viszont engem jobban érdekelne, erre persze visszatérünk, Latolcai Csaba, a politikus. Mi is történt a Jad Vasem intézetben? A Jad Vasem intézetben egy tájékoztatást nyújtottam 2014. évről, hiszen ugye ez az év a holokauszt 70. évfordulója, és egy megemlékezés sorozat zajlik még ezekben a napokban is, illetve a jövő év tavaszáig Magyarországon. Erről nyújtottam egy tájékoztatást, illetve a kormányzatnak azokat az elképzeléseit is ismertettem, amivel hozzá kíván járulni közös kulturális örökségünk megőrzéséhez. Ez egyrészt a zsinagógák, mint közösségi tereknek a felújítása, ahhoz való hozzájárulás, hiszen az a páratlan, akár művészettörténeti érték, amit a magyarországi zsinagógák képviselnek, az a kormány számára egyfajta kötelezettséget is jelent az utódainknak való átadásra. Másrészt pedig a zsidó temetőknek a felújítása, hiszen 1944-ben gyakorlatilag a teljes vidéki zsidóság kiirtásra került. Ennél fogva tehát nekünk utódoknak a kötelességünk, ezeknek a temetőknek a karbantartása, az, hogy a következő generációra is ráhagyományozódjon az az érték, amit mi átvettünk, lehetőség szerint szebb, jobb és megfelelőbb formában. Jeruzsálemi megbeszélései folyamán biztos szóba került a Sorsok Háza projekt. Mit tud erről mondani? A Sorsok Háza is a holokauszt emlékév keretében elinduló projekt. Én úgy gondolom, hogy egy hiánypótló kezdeményezés. Egész Európában nincsen még egy olyan múzeum, megemlékezési tér, oktatási központ, ami kifejezetten és dedikáltan a holokauszt legártatlanabbjainak, a gyermekáldozatoknak állítana emléket. Ez a program, projekt elindult, az építkezés zajlik, és az is tény, a kormányzatnak az az elkötelezettsége, hogy ezt az intézmény csak a zsidó közösséggel együtt gondolkodva, az ő egyetértésükkel kívánjuk megvalósítani, befejezni. Majd onnét tovább folytatta útját, ha jól tudom, járt Betlehembe is. Mit tud nézőinknek az események helyszínéről mondani? Én első ízben voltam a Szentföldön, nekem hatalmas élmény volt, hihetetlen sok tapasztalattal, beleértve az összes keresztény és nem keresztény szent helyet is. Betlehemben azért erős volt a kontraszt érzékelni, hiszen ugye egy más területre léptünk be oda. Erős volt a kontraszt, ugyanakkor az a béke és nyugalom, az a vallások közötti együttélés és együttműködés azért leginkább Betlehemben és Jeruzsálemben, a Szentsír templomban volt kézzelfoghatóan tapasztalható.
beleértve azt a békét is, amit szerintem mindannyiunknak el kell érni, illetve törekednünk kell a saját életünkben megvalósítani. Kérdezem Latolcai Csabát, a teológust. A pápa arra hívta föl a nagy testvéreket, zsidó testvéreket, hogy segítsenek abban a háborúban, amit a keresztény üldözés ellen folytat a Szentszék és a világ jobb emberei. Mit tud erről mondani? A Magyarország kormánya is most már hónapok óta, gyakorlatilag amióta zajlik a közel-kelet válság, éles hangon tiltakozik az ellen a, de nem csak keresztény üldözés, vallásüldözéssel szemben, ami zajlik a közel-keleten. Én úgy gondolom, hogy közel-keleten a keresztényeknek és a zsidóknak teljes egészében egy a sorsuk, és ez egy figyelemfelhívás kell, hogy legyen az összefogásra, az együttgondolkodásra, és arra, hogy a saját életünkkel bizonyítsuk a harmonikus együttélés lehetőségét, és mint egy példát mutatva. Ezzel párhuzamban pedig a politikának az a dolga, hogy minden eszközzel próbálja megszüntetni azt a népírtást, ami zajlik jelen pillanatban, a közel-keleten, kiemelten Szíriában. Mit tesz ön azért, hogy akár fél órával ezelőtt érkezett hírek szerint, miszerint ez az iszlám állam és a hívei nem állnak meg a közel-keleten, hanem irány Európa, mondották és nyilatkozták a német televízió egyik munkatársának. Hamarosan itt vannak Európában, és Magyarország is Európában van, tehát minket is érhet, sőt, mi több, lehet, hogy már Magyarországon is önkénteseket szerveznek. Mit tud ön erről mondani? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hiszen látjuk, hogy alapvetően fiatalok csatlakoznak az iszlám államhoz, és ugye ez is látszik, hogy Nyugat-Európából már százával tódultak a közel-keletre, és alapvetően félinformációkból tájékozódva, és az iszlám világ, az iszlám hit és a muzulmán kultúrkört is csak szegről végről ismerve. Én úgy gondolom, hogy miután a fiatalok a leginkább érintettek és a legveszélyeztetettebbek, a legfontosabb az a megfelelő felvilágosítás, az ismeretek átadása. A hitvilág is, megfelelő ismeretének az átadása és a kultúrának a megfelelő átadása. És abban a pillanatban már kevésbé lesznek becsaphatók, megtéveszthetők ezek által a radikális szélsőségesek által. Ez az a pillanat, amikor ugrunk egy nagyot. Ide Európába színhely a parlament, Lázár János miniszter úr, zsidó kerekasztal. Mit tud erről mondani? Most már azt mondhatjuk, hogy rendszeresen ülésezik a zsidó közösségi kerekasztal. Legutóbbi ülést azt szeptemberben tartottuk, majd ezt követően, ahogy megegyezett a két fél egymással, három havonta rendszeresen ülésezünk. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül békés, konstruktív légkörben zajló eszmecsere volt, hogy már a szeptemberi kerekasztalon az kiderült, minden érintett előadásából, hogy Magyarország élen jár a gyűlöletbűncselekmények szankcionálásában, egyrészt büntetőjogi szankcionálásában, másrészt polgárjogi szankcionálásában. Ugyanakkor nagyon fontos ennek a megfelelő implementációja, hogy az illetékes bűnüldöző hatóságok, igazságszolgáltatási szervek is úgy értelmezzék ezeket a jogszabályokat, ahogy az a jogalkotónak a célja volt, és ami a társadalmi köznyugalmat biztosítani tudja. Ezért meghallgattuk az érintett vezetőket, az igazságügyminiszter urat, a belügyminisztérium vezetőit, a rendőrség vezetőit, a bíróságok, illetve az ügyészségnek a vezetőit, és születtek javaslatok a kerekasztalon, amire igazságügyminiszter úr ígéretet tett, hogy megvizsgálja egyrészt az Európa Tanács vonatkozó keretegyezményének a hazai átültetésére vonatkozó gyakorlatot, másrészt pedig, hogy az új büntetőeljárási törvényben, aminek a kodifikációja jelenleg zajlik, olyan garanciális elemek kerüljenek kialakításra, amivel az érintett, sérelmet szenvedett csoport nevében fellépők több garanciát kapnak arra, hogy ezekbe az eljárásokba betekintést nyerjenek, illetve visszacsatolást kaphassanak róluk. Én úgy gondolom, hogy ez volt a legfontosabb kérdés, amit a kerekasztal tárgyalt, és ezen felül ugye tájékoztatást nyújtott a kormányzat egyrészt a zsidó temetők felújítására vonatkozó projektjéről, a holokauszt túlélők szociális helyzetének a rendezésére irányuló
eddig megtett lépésekről és jövőbeni intézkedési szándékokról, és összességében a befejezésként pedig egy átfogó ismertetést hallottunk, hogy az elmúlt időszakban milyen komoly előrelépések valósultak meg a köznevelés tekintetében, hogy egyrészt a holokauszt, másrészt pedig a zsidó közösség kérdése a magyar történelemben megfelelő módon kerüljön prezentálásra az iskolás gyermekek számára a tanulmányaik során. 2015 egy aktív kihívásokkal teli esztendő lesz mindannyiunk számára. 2015-ben Magyarország fontos küldetésnek lesz a kihívottja, és bízunk benne a kiváló megvalósítója. Mi is ez? Magyarország elnyerte a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szervezet elnök soros elnökségét. 2015 márciusától 2016 márciusáig töltjük be a soros elnöki tisztséget. Ez nagyon komoly felelősséggel és lehetőséggel is jár Magyarország számára. A szervezet alapvetően ugye antiszemitizmussal kapcsolatos kérdésekkel, illetve a holokauszt feldolgozásával, kutatásával, prezentálásával, bemutatásával foglalkozik, erre vonatkozóan fogalmaz meg ajánlásokat, és nyújt lehetőséget a minél szélesebb társadalmi csoportok bekapcsolódására, hiszen az IHRA az egy úgy kormányközi szervezet, de a tevékenységében civil szervezetek is erőteljesen részt vesznek. Az elnökségi programot december elején prezentálta Magyarország soros elnökségét ellátó Takács Szabolcs államtitkár úr Manchesterben, és egyöntetű pozitív fogadtatásra talált. Én úgy gondolom azt, hogy ilyen pozitív fogadtatásra talált a Magyarország elnökségi programja, az nagyban köszönhető annak, hogy már az elnökségi program kialakításába bevontuk a zsidó közösségi kerekasztal tagjait, a tőlük kapott javaslatokat, programelemeket, amennyire tudtuk, hasznosítottuk munkánk során. 2015. januárjában, mint minden évben, az emberek útra kelnek. Útra kelnek emlékezni és emlékeztetni nem máshova, hanem az auschwitzi haláltáborban. Ezt megelőző napon Magyarország népe is emlékezni fog. A magyar miniszterelnök vezetésével az első világháborús zsidó hősökre emlékezünk, hisz Kozmutzai zsidó temető idáig még nem létező katonai parcellája meg fog nyílni, ahol első világháborús zsidó hősök síremlékei lettek helyrehozva. Ez kerül felavatásra. Erről mit tud mondani? Igen, az én információim szerint is miniszterelnök úr ellátogat a Kozma utcai zsidó temetőbe, és így rója le a kegyeletet, tiszteletet mindazon hősök előtt, akik az első világháborúig bezárólag, illetve az első világháború során is vérüket ontották Magyarországért. Nekem is nagyon komoly élmény volt az, hogy amikor az elmúlt fél évben több zsidó temetőt látogathattam meg, mindegyik temetőben találtam katonatisztet, aki hősi halált halt valamelyik háborúban, akár a nagy háborúban, az első világháborúban, akár bármelyik osztrák-magyar monarchia által vívott háborúban, és találtam orvosokat, akár községi jegyzőket. Tehát az a reprezentáció, ahogy a zsidó közösség a második világháborúig szerves része volt a teljes magyar társadalomnak, az a temetőinkben is visszatükröződik. Ennél fogva tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, és az egyetélésünk pozitív aspektusait felmutató, kimutató, azelőtt tisztelgő lépés lesz miniszterelnök úr látogatása. Tehát azt akarja mondani helyettes államtitkár úr, hogy a zsidók túlreprezentálása az első világháborúban, napjainkban ok lehet arra, hogy jobban tudjunk küzdeni az antiszemitizmus ellen, a rasszizmus ellen? Magyarország lakossága, a magyar emberek összességében túlreprezentáltak voltak az első világháborúban. A zsidó emberek is ennél fogva túlreprezentáltak voltak az első világháborúban. Egy volt a sorsunk, egy a sorsunk. Ez az antiszemitizmus elleni küzdelem lényege. Térjünk vissza napjainkra. Napjainkra, amikor az ország nehéz gazdasági helyzetben van, a kerekasztalon mégis azt hallottam, hogy erején felül a kormány készül a temetőket karbantartani, és a mai zsidó felekezeti iskolákat támogatni. Hol tartunk e területen?
hosszú évtizedek lemaradását kell bepótolni. Én úgy gondolom, hogy a holokauszt emlékév az egy komoly dátum ahhoz, hogy ezt a lemaradásunkat elkezdjük pótolni. Ehhez komoly forrásokat kell rendelni, amit a kormány meg is tesz, tehát a következő évben meg lesznek a szükséges források, hogy Magyarország temetői néhány év alatt, 2 vagy 3 év alatt tényleg olyan körülményekbe kerüljenek, olyan állapotba kerüljenek, ami méltó Magyarországhoz, méltó ahhoz a kultúrához, ahogy mi elődeinkhez állunk, ahogy elődeinkről megemlékezünk. A polgári újesztendő végén egyes embereknek szokásai, hogy fogadalmakat tesznek, hogy mit fognak csinálni, vagy mit nem fognak csinálni a rájuk következendő esztendőbe. Nekünk zsidóknak nagy szerencsénk van, hisz fogadalmat tehetünk Rossz Hasanatáján, és ha akarunk, akkor a polgári újesztendő hajnalán is. Hol tart ön a fogadalmakkal? Én nem szoktam fogadalmakat tenni. Én arra teszek fogadalmat, hogy a munkámat mindig a legjobb tudásom szerint partneri együttműködésben végzem. Erre számíthatnak a következő évben is tőlem. Idáig beszélgetésünk nagyon izgalmas volt. Láttam a politikust, láttam a teológust, nem láttam a családapát, nem beszélt a gyerekeiről, vagy most tűkönülés várja, hogy befejezzük az interjút, és végre még a maradék ajándékokat megvehesse és hazatérjen? Nem, már készültem, tisztelettel jelzem. Ugyanakkor valóban ilyenkor az ünnepek környékén ez az az idő, amit igazi, célzott időként a családommal tudok tölteni. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon sokra tartom. Én ebből tudok töltekezni, ebből tudok erőt meríteni a mindennapjaimhoz, ahhoz a munkához, amivel tudom szolgálni hazámat. 4 gyermekem van, tehát lesz lehetőségem az elmélyülésre, lesz lehetőségem a beszélgetésre. És miután a 4 gyermekem 16 évtől 6 éves korig vannak, ezért én úgy gondolom, hogy az élet minden területét és minden életkori sajátosságot lesz lehetőségem megtapasztalni, amit már valóban nagyon várok. 2014 nagyon mozgalmas volt az ön részére. Mégis emeljen ki egy motivumot, ami a legnagyobb nyomot hagyta magában 2014 folyamán. Én a szeptemberi zsidó közösségi kerekasztalülését emelném ki, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy feszültebb helyzet uralkodott 2014. augusztusa környékén, ami több problémából táplálkozott, és ehhez képest én úgy gondolom, hogy a szeptemberi kerekasztal ülésén egy olyan áttörést sikerült elérni, egy olyan bizalmi alapot sikerült kimunkálni, ami a következő 4 éves kormányzati munka sikerét egészen biztosan megalapozza. Akkor nem maradt más, mint a nézők nevében békés, boldog ünnepeket kívánjak önnek, sok-sok sikert 2015-re. Köszönöm szépen. És mielőtt én kívántam, akar-e a nézőknek egy egymondatos üzenetet küldeni? Áldott ünnepet szeretnék kívánni, hiszen az áldás az mindannyiunk számára egy hatalmas ajándék, és sikeres, örömteli új évet mindenkinek.